Az Európai Kézilabda Szövetség nem engedélyezte a Tatabányának, hogy hazai EHF Kupa találkozóit saját csarnokában rendezze, ezért az Audi Arena látja vendégül a csapatot három mérkőzésen is. Először február 8-án, amikor az izraeli Maccabi lesz az ellenfél. A tatabányaiakhoz már visszatért a három világbajnokságot megjárt játékos, Szőlősi Szabolcs, Juhász Ádám és Harsányi Gergely is, így teljes létszámban készülhet a gárda az EHF kupára. A klub egyik legrutinosabb játékosa örömmel lép pályára Győrben, hiszen sok nagy csatát átélt már itt korábban, az akkor még élvonalbeli Eto'o ellen. Ismerjük a csoportunkat, milyen ellenfelek válnak, remélem, hogy minél jobb meccseket fogunk vinni, egyre jobban, és hát az, hogy Győrbe lesz, az nyilván furcsa, mert tatabányi csapat vagyunk, viszont Győr egyrészt közel van, másrészt egy kézilabda szerető, nagyon jó város, úgyhogy örülünk ennek is. Ja, neked lehetnek emlékeid még a győri férfi kézlabdáról élvonalban, én láttalak ott téged többször meccsen játszani. Milyen élmény volt, kellemes élmények fűznek-e ahhoz a városhoz, vagy esetleg kellemetlenebb? Többször győztél, mint kikaptál, azt hiszem. Felemásak a sikerélmények, hiszen azért Győrnek akkor nagyon erős csapata volt, mint felnőtt, mint utánpótlás vonalon, úgyhogy mindig nagyon kemény meccseket játszottunk. Annól még ugye a Tóth Laci volt az edző, aki szegény azóta meghal, de egy nagyon megszállott, nagyon jó edző volt, és mai napig emlegetik a nevét nem csak Győrben, hanem országszerte, akikkel beszélek, és a kézilabdát szeretik. Nekem nagyon jó élményeim voltak, a Magvasi Sportcsarnok az akkoriban mindig teltházzal fogadott minket, és kiki meccseket játszottunk, úgyhogy most remélem, hogy ez a nagy 5005-ös csarnok is hasonlóan meg fog telni majd. A tatabánya először február 8-án a Maccabi, majd március 4-én a Kolding, és április 1-én a Magdeburg ellen is Győrben lép pályára. Az első találkozó az Audi Eto'o Vác női bajnoki után kezdődik. A tatabányaiak számítanak a sportszerető győriek támogatására is. Nyilván itthon idén jobban be vagyunk rendezve, jobban hozzá vagyunk szokva a itthoni körülményekhez. Biztos, hogy sokkal jobb hangulat lett volna, szerintem az egy győri aréna az nekünk még elég nagy lesz, de reméljük, hogy minél többen kijönnek szurkolni és biztatni minket. Aztán majd meglátjuk, még nem is edzettünk ott, jövő héten kedden lesz ott egy edzésünk mérkőzés előtt, szóval az egy teljesen ismeretlen közeg lesz számunkra. Csoportbeli három ellenfelét ismeri a tatabányai csapat, a játékosok bíznak a jó szereplésben. A Maccabi játékát már láttuk, hiszen előtte egy másik tel-avivi csapat ellen játszottunk, és pont egy olyan felvételt tekintettünk meg, amelyiken ez a csapat szerepelt. Én azt gondolom, hogy egy jó csapat, nem véletlenül jutott be a csoportkörbe. Attól függetlenül azt várom, hogy őket megverjük, hazai pályán magabiztosan megverjük, és idegenben is tudjunk nyerni. A másik két csapat, a Kolding és a Magdeburg viszont Európában nagy nevet képvisel. A Kolding nem szerepel annyira jó most a saját hazája bajnokságában, de attól függetlenül Európában magasan jegyzett játékosok vannak, és azt gondolom, hogy egy jó csapat. A Magdeburg, aki a Bundesligában nagyon jó szerepel, több válogatott szintű játékosa van, azt gondolom, hogy talán ő az, aki kimagaslik ebből a csoportból, de én nagyon bízom benne majd, hogy a hazai közönség előtt Győrbe kilátogatnak majd olyan emberek is, akik szeretik a férfi kézlabdát, és nagyon bízom benne, hogy sokan lesznek, és jó közönség előtt le tudjuk majd őket győzni. Az Audi Eto'o minden a bajnoki mérkőzésre érvényes bérlete és a 17 óra 25 perckor kezdődő Vác elleni meccsre megvásárolt összes jegy érvényes az NB1-es rangadó után fél 9-kor kezdődő EHF Kupa találkozóra is, amelyre külön jegyet nem adnak ki.